csak egy kis gyors betekintés a kártyabirodalmamba. Négyféle kártyajátékba kezdtem már bele, Yu-Gi-Oh-val kezdtem, mint sokan mások egyébként. Nem csak ennyi paklim van, hanem van több is, természetesen. Csak referencia miatt mutatom, hogy ennyire kedvelem ezeket a kártyajátékokat is. Igazából nem félek. Nem félek róluk beszélni, tehát... Tehát, hogy páran ismeritek is ezeket a kártyákat. A Yugi-ban nem vagyok meg torna szintű játékos, nem is nagyon Yugi-zok mostanában. Hopp, itt egy extra paklis kártya. Nem tudom, mit keres a main pakliba. Az első paklim egyébként egy... Már akik tudnak Yugi-zni, egy gadget, makina vagy machine, nem tudom, hogy szokták azt mondani. Ez pedig egy Mortonic, ez egyik legfajénabb paklim, ami van. Mondom, nem csak ennyi van, de... Körösleges mindet megmutatni, mert sokatok úgyse értik, hogy ez micsoda. Hármit, hogy mit csinálnak a lapok. Főleg nem, hogy ilyen gyorsan mutatom őket. Csak hogy mégis... Ha más nem, akkor névre ismerik. Ismerhetitek ezeket a paklikat. Akkor itt van a második kártyajáték, az Vanguard volt, az biztos, hogy nagyon sokan ismeritek. És sokan játszátok is. Magyarországon szerintem ez a legnépszerűbb kártyajáték. Nekem mindig is, tehát mióta megjelent ez a kártya, Minerva a neve, egy nagyon népszerű hentai rajzoló művész úr csinálja, aztán Tony Taka a neve. De nem is az a lényeg, hanem nagyon tetszik a dizájnja ennek a kártyának. Most csak úgy végigmutogatom a kártyákat, hogy lássátok, hogy milyen szépen néznek ki. Az is szempont nálam egyébként, ha vásárolok egy paklit, hogy egyrészt ugye milyen a teljesítménye, hogy megállja a helyét. Ez Yuginál sosem volt szempont, mert a Yugi az kegyetlen drága játék. Bár most már a Vanguard is, hogy bejöttek a Stride-ok, ezek ilyen pluszlapok, amiket meg kell venni a pakliba különben. Ajjaj. Még itt vannak a Stride-os lapok. Na, a harmadik játék, amivel belekezdtem, az a Vicross. És... sokan azt hihetik, hogy a Vicrossból csak annyi van. Nem, van kártyajáték is, csak nem a... Nem nyugaton, hanem csak keleten. De ez nem probléma, hiába a japánok a kártyák, tehát japán szöveg van rajtuk. Mert vannak angol fordítások, amikkel... Tehát előbb-utóbb úgy is megtanulom, hogy mit csinál egy kártya. Tehát elolvasom angol az oldalra, hogy mit csinál, és akkor előbb-utóbb úgy is megtanulom. Ezek a lyric kártyák, van egy külön lyric pakli. Ugye ezeket growolják az animébe, tehát itt a level 0, aztán ebből a level 1. Ez Tama egyébként, biztos ismeritek, aki látta az animét. Ez ráépül. Itt vannak arcok, azokat is használtak az animében, ugye. Akkor itt vannak maguk a szignik. Kicsit gyorsítok a kártyákon. Így a szebbeknél kicsit megállok. Mondjuk igazából nekem mindegyik tetszik. Az ilyen dolgokról nagyon szeretek, mondom, beszélni, meg mutogatni is nektek, még ha nem is érdekel titeket. Akkor is, tehát ilyen, nem tudom, ilyen. Mondhatni, hogy félig meddig fanatikus vagyok ezen a téren. Nem tudom, hogy az mennyire volt benne a képben, azért mutogatom meg őket még egyszer. Oké. Aztán van egy umuros paklim is. És csak nagyon gyorsan. Ez nem volt benne az animében. Ez a lürig. Minden pakliknak nyilván van egy saját játék stílusa. Például arra megy, hogy a... Hát végül is, ha a Yugi-ba tudjátok, mi a temető, akkor itt fogjátok tudni, mi a trash. Onnan élezgetek végül is szigniket. Jó. És akkor a legújabb játék, amivel belekezdtem, az a Vice Wars. Ezt a karaktert szerintem nagyon-nagyon sokan felismeritek. Marika a Bizekoiból. Magát az animét nem szeretem, de a
Tehát amit csinál a pakli, amire épül, meg a karakter dizájn az nagyon tetszik. Nem nagyon megyek bele, hogy minden játék, hogy kell játszani, mert az a fölöslegesen sok idő elmegy, igazából ez is fölöslegesen sok idő elmegy. De megmutatom, mert szeretném nektek megmutatni. És akkor van itt még egy barátomnak egy paklia. Ez pedig Kantai Collection, abból is volt anime, meg egyébként elég népszerű Japánban az egész Kantai Collection téma. Ez egyik legerősebb pakli a Vásvartban. Páran biztos felismertek belőlük karaktereket. A más nem az animéből, vagy innen, onnan, amonnan. Itt baráti körömben szoktunk játszani ezekkel a paklikkal. Esetleg van kérdezni, hogy most ezeket egyedül játszol saját magad, de nem. Vannak barátaim, akiknek szintén vannak ilyen paklik. Ez sem az én paklim, ez a Kantai Collection-es. Na, és akkor nagyjából együtt.